Jó estét! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány nevében a friss 2010-es kiállítás megnyitóján, amely, mint itt minden évben elhangzik, immáron egy igazi hagyomány a Bogárdba, hiszen ez a kiállítás egyidős az alapítvánnyal. 2004-ben rendeztük az elsőt, így ez a hetedik tárlat. Ez egy külön kiemelt rendezvénye az alapítványnak, hiszen köztudottan igyekszünk a legfiatalabb művészgenerációt felkarolni, többek között ezzel a kiállítással is egy nagy lehetőséget teremteni, hogy széles közönség előtt itt Budapesten bemutathassák talán először az alkotásaikat. Ez a kiállítás egyben azonban a magyar művészeti életnek is egy kiállítás, hiszen azokat az új tendenciákat, azokat az újfajta szemléleteket igyekszik bemutatni, amelyeket a fiatalok képviselnek, és amely majd későbbiek során a klasszikus kortárs művészet részévé válhat. Rövid kis bevezető után engedjék meg, hogy felkérjem Eszeni Enikő színésznőt, rendezőt, a Víg Színház igazgatóját, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindenkinek! Engedjék meg, hogy egy személyes történettel kezdjem kis beszédemet. Moszkvában jártam, mert a Moszkvai Filmfesztiválon részt vettünk Mészáros Mártával, és egyik délután elmentem a Modern Art Művészeti Múzeumban Moszkvában, és azt gondoltam, hogy én most friss akarok lenni, és tudni akarom, hogy mi van Moszkvában, milyen fiatalok vannak, milyen érdekes dolgok történnek a képzőművészetben. És hát elmentem a múzeumban, és azon kívül, hogy volt egy fotókiállítás, és a 20-as évekből egy fantasztikus díszlet és jelmeztervező kiállítása, sajnos nem láthattam semmit. És amikor hazaérkeztem, és aztán fölkértek, hogy nyissam meg ezt a kiállítást, és ugye hát élőben ma láttam először, hiszen csak elküldték e-mailen a képeket, akkor én annyira büszke és boldog voltam, hogy ma egy ilyen kiállításon itt állhatok, mert szerintem ez rendkívül fontos. És akkor most a többit olvasom, hogy én magam is mindig kerestem az együttműködést a társművészetek fiatal alkotóival, és munkám során mindig fontos számomra friss, kortárs, kreatív szemlélet. Hiszek abban, hogy a fiatal művészek gondolkodás módja, kifejezési eszközeik inspirálóan hatnak a mi munkánkra is. A kortárs művészetben az a jó, hogy végtelen szabadságot ad nekünk, nincsenek se szabályok, se határok, és hogy minden keveredhet egymással. Ezekben a munkákban is ezt látom. Nagyszerűek, különlegesek, érzékiek. Sok fiatal művész változatos médiumokkal, közvetítő eszközökkel dolgozik, és teljes természetességgel, otthonosan használják azokat. Az anyagok és a motivumok a populáris tömegkultúrából és a művészettörténet klasszikus mintáiból rendkívül innovatívan vannak jelen egymás mellett, egymással kölcsönhatásban. Mindenkit arra biztatni, mármint az alkotókat, hogy bátran kísérletezzen, keresse a szokatlan eszközöket és változatos anyagokat, kutassa a különböző művészeti ágak határterületeit, akár drámaian, akár sok humorral beszéljen világunkról. És most engedjék meg, hogy Tadeusz Kántor szavaival nyissam meg a kiállítást, aki az egyik legkülönösebb és legkülönlegesebb képzőművész, és hát egy zseniális színházi ember volt. Egyik első kiállítása előtt azt írja, ott álltam, jövőm küszöbén, előttem a határtalan, a vég nélküli. Tágra nyitott szemmel léptem ebbe a jövőbe. Már akkor éreztem, az egyéni nem a stílusban vagy a formában, és nem is a stílus jegyekben rejlik. Nem helyesbítettem az arcvonásokat, hogy azután, ahogyan szokás, oda cippeljem, s letegyem képmásomat a múzeum küszöbére.
Számomra ez túlságosan egyszerű és mesterkért lett volna. Úgy éreztem, az én igazságom jóvalódébb van, hogy addig még hosszú az út, s hogy az én arcvonásaimat a vándorlás, a váratlan kitérők fogják majd végül is kirajzolni, nem a forma. Hát nagy szeretettel és gratulálva a kurátoroknak megnyitom a kiállítást, és gratulálok az alkotóknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm Szennyi Enikőnek a megnyitó szavakat, és természetesen egy ilyen friss kapcsán a Kogárt és a Kogárt kurátorai és művészettörténészei is igyekeznek mindig új dolgokat bemutatni, így van ez ezzel a kiállítással is több szempontból. Most például a megnyitón is. Kérem, fogadjanak szeretettel egy performance-t, amelynek az ötlete a Gruppo Tök Mag művészcsoporttól származik, K. Butha Tamástól és Tábori András képzőművészektől. Közreműködik Filip György, karmester, énekes.